Jó. Jó. Élőben vagyunk. Jó? Jó. Úgy? Így. Jó. Jó neked élőben lenni? Jó, én. Én. Ezelőtt, me, ezelőtt mennyire voltál élőben, mielőtt megnyomtam a gombot? Ezelőtt is éltem. <gül> <gül> az nem, éltem? Él. az nem, nem él. Az nem él, aki nincs a Facebookon, János. Te, én is azt hallottam. Régen azt mondták, hogy a, hogy a, ami nincs van a Facebookon, az meg se történt. Sőt, ha nincs van a szülinapod, akkor meg se születtél. Akkor ez jó, mert akkor a következőket nem teszem fel, és nem fogok megöregedni. Pontosan, így van. Ez itt a Pénteg, üdvözlet, köszönjük Szabasztok. szépen, hogy figyelsz, fülelsz, figyeltek, füleltek. Itt van Tóth Dani. Gábor János, köszöntelek, mint büszke kutya, podcast CEO-ja. CEO. Chief Executive Officer-e. Mint a minden rendes CEO, ilyenkor gyorsan el kell mondani, hogy Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify és RSS.com itt tessék megnézni, illetve feliratkozni a Büszke Kutya csatornára, amúgy létezik Facebookon, Instagramon, Twitteren is. A Büszke Kutya. a Youtube-on, pedig a Hokedli Stúdió csatornájára iratkozz fel, légy kedves, ott a régi műsorok is ott vannak szép sorban, ha inkább Youtube-os vagy ott is meg tudsz bennünket nézni. A podcast csatornán pedig a Büszke Kutyán értelmszerűen a hangos lenyomat van láttam egy új feature-t, nem tudnám, mit eszembe magyarul a Facebookon, hogy most már podcastokat is lehet föltölteni a, Facebook, uh, a Facebook oldalra. Ezt én most láttam meg, lehet, hogy már régóta van. Magyarországon még nem működik. Nem működik? Egyelőre, Misten? egyelőre Magyarországon még nem működik, de hamarosan elvileg majd, majd itthon is bevezetik, csak nálunk minden egy több hónapot csúszik de ebből miért? a szempontból. Magyarosítani kell, vagy szigorúak a magyar internet szabályok? Ennek technikai okai vannak, én úgy gondolom, nem lehet egyszer elindítani. A Facebook maga is úgy kezdődött, hogy először csak egy egyetem, aztán egy város, aztán egy megye, aztán egy állam, aztán az összes állam az Egyesült Államokban, stb. Tehát ez fokozatos terjeszkedés, és majdnem az összes funkcióval így van, hogy, hogy szép lassan dúzzad. Aztán meg Olyan is van. Vagy elfelejtették visszakapcsolni. Facebook szület. Elfelejtették meglocsolni a nagy Facebook fát. <laughs> így van. Nos, ami viszont aggasztó híreket illeti, mert tudom, hogy azzal indulunk, de ígérjük, hogy nem siránkozásról fog szólni a mai műsor, hanem nem sokkal inkább, inkább csak. Érdekes Igen mert hogy az a koncepciónk, hogy te magad is, meggyanítom, hogy mindenki körülötted, félig meddig mi is így vagyunk ezzel, akkor találkozunk utoljára fegyverkezéssel, hadászattal kapcsolatos információkkal, amikor a középiskolában az utolsó töri óráról kicsöngetnek, meg az le tudjuk a töri érettségét. És nagyjából utána az emberek kevésbé szokták követni műszaki, taktikai, stratégiai szempontból, hogy hová fejlődnek a fegyverek, meg hová fejlődik a fegyverkezés, és ha valamilyen nagy konfliktus van, ahol valami új dolgot bevetnek, akkor szoktak az emberek szörnyűködni, hogy te jó Isten, pedig ugye a fegyverek is legalább olyan tempóban fejlődnek, mint az orvostudomány. Hát sokkal nagyobb tempóban fejlődnek, mert általában a hadsereg fejlesztéseit veszi át a hétköznapi élet. Gyakran. Tehát oda toljuk, tolják bele nagyjaink a nagyobb zsét, de ki kell javítsanak a órával, te fiatal vagy, János, és azért mondhatod azt, hogy a óránál eh, hal el a tudásod eh, a fegyverekkel kapcsolatban. Én voltam katona. Ja János. Bocsánat, igen. Elnézést, igen. <laughs> Én voltam katona, kettő darab, kettő darab érintésem volt Kalasnikov fegyveremhez, mert ott minden katonának volt egy fegyvere és fegyverszáma. Egyszer egy lövészetre vi vihettem el a kedvest, és nem találtam el még a céltáblát se, itt Csorna pusztán Kalocsa mellett. És egyszer, mikor azt mondták, hogy tód le akar maga szerelni, mondom, igen, akkor adja le a fegyverét. <laughs> Én az hol van? Hát a fegyverszobában és nem laktam a megkerestem a fegyveremet, és odaadtam egy embernek, aki elfogadta, és onnantól elhagyhattam a laptenyt, és leszereltem. Mert azt mondták, hogy jobb lesz, hogyha többször nem lősz. Nekem... Nem tudni, hogy... Én ürtózom ettől az egésztől. <laughs> Félek, nem akarok hozzányúlni. Uh -huh. és ez még, csak, ez még, csak, egy minek? lőfegyver. Ez még csak az, amit ugye megfogsz, és van egy ravasz, amit meghúzunk, mert napjainkban már inkább azon megy a vita, hogy honnantól számít valami fegyvernek, mert már ennek is új definíciót kéne adni. Mert a Kalasnyikovnál még egyértelmű volt. Igen, de... Én nem értettem a barátaimat, akik gondolom a, fiú, a fi, fiús vonal, vagy nem tudom, a férfias vonal, az, hogy ő, ők így szerelünk, az oké, az benne van, meg a fegyverekkel uh -huh. így szeretünk elbobrálni, szétszedni, összerakni, lőni, célba lőni vele egyet. Ja, ez van. ez, meg ez az a egész késesek, kihívás, olyan is van. kés dobálni, paintballozás, én voltam ilyen céges paintballozáson, uh -huh. nagyon... Furcsa élményem volt vele kapcsolatban. Az egyik nagyon jó dolog volt, hogy a kereskedelmi igazgatót fejbe tudtam lőni. Ennek nagyon örültem, homlokon lőttem. De és lövész... még nevetett is. <laughs> Ercsin voltunk valami, ott egy ilyen elhagyott lakatnyában, és ott volt ez a pémolozás, és egy ilyen lövészárkot képzelje el. Aha. És az élmény az volt, hogy lőttük egymást, férfiak, nők, mindenki, és igen, mosolygott mindenki ez mekkora. Ja. Dolog. <laughs> és, és hallottam a a golyóknak a süvítését a fülem és így elgondolkodtam, hogy ez ez azért kemény. Hogyha ez itt most nem ilyen kis tél... festéklabda lenne, akkor... Így mentek a golyók a fülem előtt. Borzasztó, mert hogy az ember többnyire ugye uh, filmekben találkozik, legfeljebb, hogyha beül egy olyan moziban, ahol olyan hangzás van, vagy olyan uh, hiper tévéje van otthon, hogy ezt a hatást tudja, és legfeljebb ott találkozik a, a golyó süvítéssel, pedig ez még valóságban egy paintball uh, festéklabdácskával is rohadt uh, ijesztő tud lenni és a valóságban pedig már messze túl túl, 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 vagyunk Jó, a, túl vagyunk azon a kategórián, amit még egyértelműen mindannyian fegyvernek tudunk nevezni, mert ezen tényleg egy nemzetközi vita van jelenleg, hogy mit tekintetünk annak. És ezt lesz majd érdemes megnézni, hogy pillanatnyilag nagyjából ott tart, és a végére majd elérünk, hogy miért is, nagyjából ott tart most a vita, hogy azt kell fegyvernek tekinteni, és ott a megáll, meg ott az a morális gát, ahol meg kell állni, ahol még egy embernek a jóváhagyása kell ahhoz, hogy egy másik ember megsérüljön, vagy, vagy az életét kioltsa az eszköz, amit hogy a, amit ja, a parancsnok, hogyha egy parancsnok ad utasítást akár egy robotnak, hogy indulás, hmm. akkor az rendben van, de hogyha egy robot gondolja maga, hogy elindul... És öl? akkor az már nincsen vele. Igen, és hogy, és hogy ezt ezt kellene borzasztóan újra definiálni nemzetközi szerződésekben lefektetni, hogy meddig, hogyan lehet alkalmazni, mint korábban annak idején, és ez egy lehetséges dolog, lásd, mint a kérdés, hogy mekkora sikerrel, de ugye a, a nukleáris arzenáloknak a leszerelésének is vannak nemzetközi nyilatkozatai, szerződései, amit Hol, utána meddig, megszegnek? Megszegnek persze, de hogy ettől függetlenül el kell induljon róla a tárgyalás, hogy kell legyen egy ilyen megegyezés, mert a technológia létezik, küszöbön van, nagyon sokan birtokolják, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan használják ki addig, amíg ezt csendben lehet csinálni, mert nem tud róla egy egész világ, hogy, hogy igen, csak hogy, hogy elengedek egy elengedek egy drónt azzal az utasítással, hogyha látsz bármit, ami mozog és úgy néz ki, mint egy ember, akkor akkor öld meg és onnantól nem te vagy, aki meghúztad a ravaszt, hanem a gép találja ki, hogy én most oda megyek, és neki annyi. Erről volt is egy hír. Hogy a, hogy Erről a török, vannak törökök, információk. A törökök elengednek egyet. Na most, ami miatt aktualitása van a dolognak, az egy nagyon feszítő helyzet. Tőlünk nagyon messze, de ettől függetlenül az egész világra hatásra, hatással lehet, hogyha élesedik, és bizonyára te is találkoztál már legalább érintőlegesen a hírrel, hogy Kína teljesen nyíltan Tájván megszállására készül pillanatnyilag. Ugye Tájván, mint de facto állam, egy kis szigetcsoport, idézőjelben kicsi, az egyfőre jutó GDP kétszeresen magyarnak több, mint tehát egy, egy, jóléti állam, amely kínai köztársaság néven ismert egyébként a világon, és így kellene emlegetnünk, csak letajvanozzuk az egyszerűség kedvéért, mert nem akarjuk összekeverni a kínai népköztársasággal. A hatalmas vörös foltal Ázsia tüdején. Ez az szóval a, szerint. igen, hogy ez az a kommunista állam, amely sajátjának tekinti Tájvánt, és most már teljesen nyíltan arra irányuló hadgyakorlatokat folytat, hogy ha kell, akkor neki induljon és leigázza Tájvánt. És egészen Tájpeig menjen. Ez, ez, csak ilyen én, én az, és hogyha ez egy erődemonstráció, mert éppen mondjuk Éppen mondjuk valakivel konfliktusban van, tehát mondjuk emlékszel a hidegháborús eseményekre, amikor a szovjetek és az amerikai konfliktusban voltak, és a disznóbeli válságnál kuba telepített mm. fegyvereket Oroszország, vagy szeretett volna telepíteni, nem vagyok benne teljesen biztos, de ott kialakult egy konfliktus helyzet, hogy Amerika nem erőlt volna annak, hogy a kommunista Kuba, haverkodik a kommunista szovjetunióval, és mm. akkor egy haveri, haveri atombomba sortod a lepakol, hogy ha Fidel Igen. úgy gondolod, akkor nyom meg a gombot. Az a sokkoló az egészben, hogy ez a 60 évvel ezelőtti esemény sor, mert lassan már annyi, az egy sokkal kevésbé nyílt és direkt beleszállás volt egy másik államban, mint amit Kína most csinál, mert Kína ki is mondja, hogy ez a terv. Tehát oh. ott, ott ugye az volt, hogy Oroszországnak van egy terve, fű alatt telepítem ezeket a rakétvállásokat, Amerika ezt nyilván ugye a saját maga szomszédságában nem nézi személy. Hajózzunk oda egy pár hadi hajóval, és gyakorlatozzunk, csak úgy, mert hogy itt egyébként mi gyakorlatilag egy kicsit hajózzunk közelebb azokhoz a vizekhez, amik már nem a mijeink. és tehát ilyen ö, idézőjelben finom jelzések, amelyek persze nagyon feszült, patánsig feszült helyzet volt, ö, ezekkel dolgoztak. De Kína nem. Kína azt mondja, hogy nem, menni akarok, és Tájván. Ez most egyébként ö, ö, ott akkor derült ki, amikor Tájván hivatalos függetlenségét támogató erők ellen irányuló háborús gyakorlatot jelentett be Kína. Igen. Tehát direktben megmondta, hogy mire gyakorlok. Értem, de és akkor, ez egy akkor van, fenyegetés. Van vagy ő találta ki, hogy támogatja az ő a, a tájvani hadierőket valaki máshonnan. A Taiwan hivatalos függetlenségét támogató erők alatt ugye azokat az államokat érti, amelyek elismerik különálló államként Tájvánt, uh -huh. úgy, ahogy azt Tájván szeretné, mert ő is annak tekinti magát, kínai köztársaságnak, a Kín és nem a kínai népköztársaság részének. Öm, és például 79 óta van egy megegyezésre Tajvánnak az Egyesült Államokkal, hogy fegyverellátója lett az USA. Csak úgy, itt van az Egyesült Államok a dologba. Igen, tehát ugye ez nem tájváról szól, hanem, hanem a világ jelenlegi három-négy legnagyobb hatalmából kettő készül egymásnak esni egy mindkettőjüktől különálló területen, és ez egy nagyon nagyon viszketű, nagyon kellemetlen, nagyon égető érzés, amely napjainkban zajlik a világ túlsó felén, és, és attól független, hogy ott van sokunkra lehet hatással. Van egy ilyen oldal, hogy globalfirepower.com. Igen, és? Ami különböző szempontok alapján rangsorolja az államokat katonai hadereik szempontjából. Ó, oh, igen, csupa fül vagyok. A egyes szám United States, uh -huh. a kettes Russia, és harmadik Kína. Hát. A nagy. Ha még. A ha, nagy haderők? Igen, igen. Ha még. Ha még, vagy Kína az első. Egy és most... ezt most kommunikálja is tájvanon Taiwan keresztül a világnak. Megint ott tartunk, hogy van egy adott szempontrendszer, ami alapján ez, a, ez az oldal. Össze, ugye Ez semmi hivatalos dolog, tehát ezt csak így találtam. Tehát... Persze, hogy ezeket az országokat rangsorolta valami alapján, de hogy az a bizonyos szempontrendszer vajon korszerű-e? Mert hogy most már nem az alapján kell feltétlenül egy haderőnek a képességeit felmérni, hogy, hogy hány katonája, mennyi tankja, mennyi repülője, azok milyen technikai felszereltségűek, hogy darabra mennyi van hanem hogy globálisan átnézve általánosságban milyen technikai lehetőségei vannak ennek az országnak. Hogy azon a repülőgépen van-e olyan mikrohullámokat kibocsátó ágyú, amely egy fél országnak az infrastruktúráját egyik pillanatról a másikra megbénítja, mert Kínának speciál van és még azt is terítékre tette, hogy ezzel kívánja megindítani a Taiwan elleni inváziót, egy légvédelmet, kommunikációs infrastruktúrát, meg parancsnoki láncot megbénító mikrohullámú bombázás. Ilyen is van. Mikrohullámú bombázás. bombázás. Igen. És hogy uh, itt már tényleg nem azt kell megnézni, hogy, uh, hogy kilóra mennyi a rendelkezésre álló hadifelszerelés, hanem hogy az mit csinál. És hogy ebből a szempontból még valóban mondjuk az, egy, az Egyesült Államok, meg az Orosz Föderáció, ez a neve. Ja, mögött, Szabiet, mögött van mögött mögött van-e? Nem, Orosz Föderáció. Mindegy, ez mi a neve, nem? Gízik És a, És a, hogy, hogy, ezt kellene megnézni, hogy, hogy az a, az a, az a fegyvertömeg az mire képes, hogy vajon tényleg még mögöttük kullog-e Kína? amikor megnéztem ezt az oldalt, akkor arra gondoltam, hogy biztos, hogy ugye természetesen valaki ott ül, ezt az oldal mögött, és szerkezgeti, írogatja, biztos, hogy tudósa ezeknek a hadi eszközöknek, meg egyebek. de honnan tudja ő ezeket a titkos fejlesztéseket, meg egyebeket, ami szerint ő rangsorolja a katonai erőket. Hogyan van nekünk hatásunk arra itt a kis hokedli stúdióba, hogy, hogy ezeket a fegyverekről tudásunk legyen. Mikor kapjuk mi meg azt a tudást, amivel eldönthetjük azt, hogy ez hasznos, haszontalan, kell, nem kell, lázadjunk el, nem. Sokkal előrébb tart ez, amit akarok mondani, sokkal előrébb tart ez a haditechnikai fejlesztés, mindig is előrébb tartott, mint a hétköznapi emberek tudása és ráhatása erre a dologra. Én az a fajta optimista vagyok, aki, aki ő, szereti azt az álláspontot képviselni, hogy nem szabad mindig arra emlékeztetnem magam, és ezt a társadalom nevében mondom, vagy hát annak részeként, nem szabad mindig arra emlékeztetnem magam, hogy mennyire kicsi vagyok ahhoz képest, hogy a világ dolgait, vagy egy ország dolgait, vagy adott esetben a lakóhelyem szűkebb környezetebb dolgait ö, befolyásolni tudjam. Mert, ö, mert igenis lehet. Mert persze, persze kicsi mindenki, de erre nem szabad ö, koncentrálni, mert hogy mindig ö, a közakarattól, minden a közhangulattól, függ hogy az emberekkel mennyire tudod a döntéseidet hatalomként vagy cégként vagy bármiként Lenyeletni, hogyha, hogyha úgy tetszik, és mennyire tud a, a körükben népszerűvé tenni. Tehát, hogy addig zajlik egy háború, egy normális demokráciában persze, amikor mondjuk nem diktatúrákról beszélünk, mert ott, mert ott a diktátornak a, a szava dönti el, hogy meddig tart egy háború, de normális demokráciákban addig tart egy háború, amíg el nem kezdelne a társadalom, a lakosság olyan mértékben tiltakozni, hogy, a, hogy az állam kihátrál. Vietnám például. Például. Tehát, hogyha a társadalmi támogatottság átfordul oda, hogy nem akarom, és azonnal hagyjátok abba, akkor az, akkor az megszűnik. És ezért nem mindegy, hogy mondjuk olyan műsorokban, mint a miénk, vagy adott esetben a vasárnapi ebédnél az emberek miről beszélgetnek, mert az formálja azt a közhangulatot, amely, amely megakadályozhat, meg el is indíthat mondjuk fegyveres konfliktusokat. Mindig attól függ, mert ugye ezekre a hullámokra ülnek, ül fel a politikus, akinek mondjuk egy fegyveres konfliktusa célja van. Mert közben meg annyira pacifista én is vagyok, hasonlóképpen, mint te, hogy, hogy hadd ne fegyverhez nyúlni, tehát amikor a Kalasnyikavról ez, ez jutott eszedbe a katonaságnál, hogy csak soha többet. Nem. Hogy én az a fajta pacifista vagyok, hogy meggyőződésem, hogy háborút még soha nem vívtak nemzetekért. Azt mindig politikusokért, uralkodókért vívták ja, azoknak az ambíció. Mi, de minket küldtek a, a csatatérre, De mindig, mindig politikusok, uralkodók, diktátorok ambíciói miatt történnek a, a konfliktusok. Más a kategória akkor, amikor meg kell védenie magát egy államnak. De az sem mindegy, milyen körülmények között egy gondolat erejéig. Hogyne? Puzsért, Puzsért olvastam, nem tudom hol, valahol. E és azt mondja, hogy be kellene hozni a, a politikai életbe azt, hogy limitálni a politikai szerep vállalás idejét. Tehát négy vagy nyolc év után el kell menni a politikusnak a versenyszférába dolgozni, vagy a politikán kívüli területen megélnie, hogy lássa azt, hogy az emberek hogy élnek, hogyan uh, rakják össze a hétköznapja és akkor utána megint négy év múlva elindulhat Aha, a politikusként. Ez szerintem óriási ötlet. Uh -huh. És valószínűleg nem lennének háborúk, meg diktátorok, hogyha ez egy demokráciában egy alapszabály lenne, az, hogy nem lehet örök életedben politikus. Nem szabad már a, már a harmadik, negyedik ciklus sem szabadna megkapja egy politikus, mert arra is vannak uh, példák. Uh, hogy, uh, hogy onnantól valami megváltozik erre, megvannak uh, tanulmányok, forgatókönyvek, tudományok, hogy uh, tíz év után, tehát hogy tíz év regnálás után szokott elkezdődni egy uh, Autokráciára hajló hatalomnak az agresszívvá válása. Tehát, hogy ott kezd el igazán agresszívvá válni, mert hogy két ciklus után, vagy három után, de inkább kettő, szokott, szokott már elindulni az a fajta közhangulat, amiről az, ide, amiről az imént beszéltem, hogy már leváltaná a nép, Most már jöjjön valaki más, most már csináljon valaki más, most már kellenek új ötletek. És ezt a fajta közhangulatot egy autokráciára hajló rendszer, úgy szokta letörni, hogy elkezd egyre agresszívebb lenni, és használja a saját országának a hatóságait, fegyveres testületeit, igazságszolgáltatását elkezdi arra használni, hogy maradhasson. És amikor elkezdi arra használni, az mindig egy csengő, meg kellene, hogy szólaljon az emberek fejében, ott kell valahol a közhangulaton változtatni. Az Egyesült Államokban pont ezért van törvénybe iktatva, hogy a második ciklus után minden kormányfő leköszönt, Jó, és nem jön tudom, egy másik. Nem tudom pontosan, de nem a szenátusban nincs ilyen. Tehát, ö, a szenátusban nincs ilyen. Ez mindenhoz, összes politikus minden. szépen. Ott náluk, igen. Húzzon el négy vagy nyol, nyolc év után, húzzon el a központba ja, dolgozni, hogy a, hogy a és négy év után újra is újra indulhat. Most jól gondolom erre is lenne megoldás a későbbiekben, kinek Hasznos az adj. emberek, kinek nem az emberek. Innentől még... lehetne tovább menni polgármesterek felé is, például. Igen. Két ciklus, viszlát, csinálj valami mást. Minek ez a nagy fegyverkezés, minek az embereknek a fegyver, mikor felhozta ezt a témát, ezen gondolkoztam el. Hogy lehet ennek uh, pozitív... Uh, Oldalán, hogy lehet ennek a pozitív oldalát megtalálni? Egy érdekes dolgot találtam. Igen. Hogy ugye Amerikában a fegyvertartás sokkal lazább történet, mint mondjuk nálunk, és úgy bemész egy boltba, vannak fegyverboltok mindegyik városban, és akkor bemész, és akkor nézel egyet, aztán veszel egyet, hogyha nem tudom, biztos van valami, akármilyen teszt, teszt, teszt azért, vagy... Nincs teszt, pár hét átfutás van, Kösz, nem megbasz... minden államban. Okay. Nem, hogy kérvényezed, <kül> leadod a papírjaidat, a fegyverbolt köszön, köszöni szépen, itt az előleg, eltettem, itt vannak a papírok, e-mailben értesítelek, hogy mikor jöhetsz átvenni és uh, megy egy biztonsági ellenőrzés, gondolom nemzetbiztonság, átfuttatják valami rendszeren, az ember rendben van, büntetlen előéletű, uh, és nagyjából ennyit ellenőriz. A büntetlen előéletű, elmúlt, elmúlt, 21, viheti a, viheti a, piz... és van viheti a pisztolyt, így van. És nem akkor... minden államban van így, de a legtöbben igen. És akkor arra gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy rossz. Egyetlen egy szempontból. Figyelj, figyelj. <coughs> egyetlen egy szempontból. <coughs> elkezd valamelyik elnökük diktátoroskodni ugyanolyan olyan gyorsan a polgárság föl tud kelni, hiszen mindenkinek van fegyvere. És valószínűleg, valószínűleg, az első ember, meg a nagy ember átgondolja, hogy miket mond, meg miket csinál, mert azért nagyon gyorsan a nép föl tud kelni ellene úgy, hogy fegyveres fölkelés tud ellene lenni. Hoppá! Igen, mert hogy ott, van benne az a, ott van benne az a félelem, ez nagyon jó, amit mondasz. Tehát, hogy ott van benne az a félelem, hogy nem tehetek meg bármit, mert öregem, itt mindenkinél van valami. Lehet valami bárki, aki szemben az utcán, annál lehet valami. Tök mindegy, ember vagyok. Aha. E és múltkor talán valamelyik podcastban te mondtad, hogy emberről embert, nem fegyverről fegyvert, hát meg ez fegyverről embert. Amerikában a republikánusok egyik kedvenc jelszava, e de a republikánusok között is csak a fegyverpártiak, mert ott is vannak táborok, hogy ott ezzel érvelnek, hogy az emberről embert, és nem a fegyverről embert. Uh -huh. Érdekes ez, de van, van egy ilyen szempont is, csak, csak így meg akartam említeni annak no. ellen, hogy ellen, hát amit mondtam most, hogy, uh -huh. hogy, hogy az embereknek van fegyver, és akkor a politikusok is egy kicsit kevésbé akarnak diktátorok lenni, vagy jobban átgondolják ezt az egészet. Vagy okosabb módszerekhez nyúlnak, mint például az okosabb a fegyverfejlesztések, amikről szeretnénk beszélni. Tehát olyan fegyverek mm -hmm. vannak, amikre lehet, hogy nem is mondanám azt hirtelen, hogy fegyver, de ha az ember jobban belegondol. És Közben? Uh -huh. Az. Um, érdekes, hogy ugye Európát is érintették uh, hasonló mozgalmak, tehát uh, jó, 15-20 évvel ezelőtt volt talán, uh, még a balkáni háborúk utó, uh, hatásai miatt, egy 10-15 évvel ezelőtt volt egy nagyobb program. Uh, Szerbiában tudok róla, de szerintem más államokban is, hogy leadhatod a birtokodban lévő fegyvert uh, büntetlenül. Aha, That's Tehát, jó. Hogy, hogy nincsen, nincsen uh, um, nem volt általános fegyverviselési jog, de lehetett tudni, hogy Szerbiában, meg még nem tudom, egy-kettő uh, balkáni államban. Ö, nagyon, sok, nagyon sok lőfegyver van az emberek birtokában illegálisan, ami még a fegyveres konfliktusok idejében maradt, hogy ott maradt a, a papa fészerében a három kalasnyikov, amit begyűjtött valahonnan, és az még ott van, és működőképes, és tartja, és önvédelmi cél, és ö, marok lőfegyverek ugyanígy, tehát tömegével, és volt ilyen program, hogy most leadhatod, ö, és ne, büntetlenül leadhatod, és nem baj, hogy nálad volt, mert amúgy büntetési tétele van a BTK, uh -huh. és ö, iszonyatos több százezer több százezer lőfegyvert adtak le az emberek, mert ö, mert ezt várták, hogy úgy legálisan tudjanak tőle megszabadulni. Uh -huh. És képzeld el, hogy mennyi maradt. Igen. Emberek bírtak, ha több százezeret emberek leadtak, akkor csak vidd innen. És végre megszabadulhatok tőle, mert ugye ilyet nem dobhatsz ki a szelektívbe. Tehát hogy szabadulsz meg tőle? Rejtegeted, hogyha... Hogyha, hogyha félsz tőle, de nem adhatod le a rendőrségem, mert megbüntetnek, hogy mit keresett ez nálad. Ezért kérdettek ilyen programot. A németeknél volt egy ilyen 2010-es években. Tényleg? Hogy add le a fegyvert, mert leadhatod. Iszonyatos mennyiséget adtak le. Volt valamilyen felmérés a kormánynak a birtokában, a szövetségi kormány birtokában Németországban. Meghosszabbítjuk egy évvel. Adjátok le a fegyvert, adjátok le a fegyvert. És leadtak sokat és egy-két hónappal később állt ki Angela Merkel üzeni a menekülteknek, hogy gyertek. És tudod, most gondolj mögé valamit. Hogy az vajon miért miért akarták ennyire ezt az iszonyatosan sok fegyvert begyűjteni, hogy ne legyen az embereknél? Mert, mert nem akartak ebből elszabaduló konfliktusokat, tudják, hogy idegen gyűlölet jelen van az országban, és féltek. És ezek baromi tanulságos dolgok, és itt még csak, hogy mondom, a, a, meghúzható ravaszról beszélünk. Igen. Ami, ami, ami már egy baromi korszerűtlen valami napjainkban, és ezt fogjuk most szemléltetni. Igen, és aki, akik nézitek, nyugodtan írjátok le, hogy szerintetek mi az, ami, mi az, ami fegyvernek számít. Én vitaindítóként azt mondanám, hogy maga a Pegasus szoftver is egy fegyver volt. Az még? Nem, a, a nem a ember, még? Élet, ember Élet, közvetlen ember élet kioltására alkalmas dolog, de ha a, divatos kifejezése élünk, hogy karaktergyilkosság. Ebbe, ennek szállhatnánk egy műsort különben a karaktergyilkosságnak. Divatos szóval élünk, hogy karaktergyilkosság. Tönkretenni embereket csak simán azzal, hogy te tudod, hogy mondjuk a számítógépén mit néz és mit használ, az már nálam majdnem fegyver kategória. Milyen érdekes, hogy, hogy amikor mondjuk átlagos közemberről van szó, akkor milyen megítélés alá ez a dolog, nem? Tehát hogy arról kell beszélni, hogy egy államnak mit szabad, ugye mit alkalmazhat és mi számít fegyvernek, lásd Pegazus, hogy ő ezt, hogy ezt használhatja, sőt van, hogy azt is megmondja, hogy titkosítom X-10 évre, hogy mit csináltam ezzel, mert nem vagyok hajlandó megmondani, hogy ezt nem tekintik fegyvernek. Te azt mondod, hogy fegyver. Bezzek, hogyha fogod a két ujjadat bedugod a zsebedbe, fúzol egy csapkát a fejedre és bemész a, a bankba, akkor az már fegyverrel, fegyvernek látszó tárgyal elkövetett bűncselekmények számít, és ülsz több évet. Pedig csak a két újad volt. Kivétve koronavírus, amikor maszkba mentél be a benzinkutra, meg mindenhol, és senkire hívtak ki a rendőrt. Csodálkoztam is, hogy nem szöktek a magasba a betörések, mikor ne. lehetett bemenni a benzinkutok közben a bankig. De ne adj el 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 eltértem eltér eltér a témától. Hogy ez mennyire valóság, ezt egy gyors, rövid példával szemléltetnénk, hogy mennyire valóság az, hogy, az, hogy önvezető fegyverkezés, tehát önvezető eszközökkel igyekeznek hadseregeket felszerelni a világon. Persze azzal a cím szóval, hogy ezt védekezésre szeretnék használni, hogy hozzá egészen közel Európában, Nagy-Britanniában is zajlik egy program, a királyi haditengerészeti kommandó végzi, és úgy hívják, hogy Autonomous Advanced Force 4.0, vagyis a 4.0, ipar 4.0 fegyverrel fordítva, tehát, hogy önvezető technológiákat szeretnének adni a katonaság birtokába, amelyeket ők még nem neveznek fegyvernek hanem ezek támogató eszközök. És van itt három-négy olyan típusú drón, olyan önjáró eszköz, amelyről így tartják, ők úgy gondolják, hogy nem fegyver, megfelelve ennek a nemzetközi elvárásnak. Gyorsan, egy-egy mondatban erről a négy eszközről Jó. mit szólsz? Csak hogy lássuk, hogy mit nem tekintenek fegyvernek a britek, amikor felszerelik ezt a, ezt a hadsereget. Van egy úgynevezett TRV-150-es légijármű, ami 68 kg hasznos termet visz, egy drón. 68 kg azért elég sok minden belefér. Arra tervezték, hogy a harcmezőn lőze, lőszert, vért, vizet, élelmet vigyen a katonák után. Olyan helyre, hova te már nem mész be, mert kockázatos, tehát hogy nem küldünk utána még egy egységet, mert beszorultak a srácok valahova. Ez egy önvezető jármű. Van még egy, ez, ez egy víz alatti jármű, a Rémus, amely aknakereső, hajók előtt közlekedik, tehát hogy elengedik, hogy keresd az aknát, szólj, van. Ö, és van egy Cobra nevű merevszárnyú drón, amely ö, egy három méteres kütyű, és képes a célpontok azonosítására és digitális megjelölésére. Tehát, hogy ő ez az, szépen aki, hangzik, de mi, a, mi ez valójában? Tehát elrepül mondjuk egy, egy harcmező felett, és mondja, hogy ő meg ő meg ő meg ő, meg, ő ott ellenség, ez Őket a térben meg is jelöli digitálisan, és onnantól a műholdakkal valós, műholdak segítségével a mozgásukat is követni tudja centiméterre, hogy hol vannak, és onnantól meddig tart rájuk küldeni egy olyan lövést. Egy valós, másik dront. Így van, egy másik dront, ami már lő, is, és elvileg ugye ott már valaki meghúzta a ravaszt. És van egy SZELLEM nevű <coughs> néma csendes kis minikopter, néma csendben repülő ö, drón, amely hiperérzékeny szenzorokkal rendelkezik, ez egy lopakodó eszköz, és egyfajta előőrsként működik, tehát gyalogos egységek előtt haladva méri fel a terepet. Ez az a négy eszköz, amire azt mondják, hogy nem fegyverek. Erre azt mondják, hogy nem fegyverek. Hanem támogató eszközök. Támogató eszközök. Mert ugye elvileg egyik sem lő. Oké, okay, most ugye eljátszottam a gondolattal, hogy itt van az, az angol katonák, az angol katonák nem tudom mikor harcoltak utoljára, már nem, valószínűleg ott Argentínában, de az sem volt, az is egy, a 70-es években, de mindegy is. Tehát az angol katonák harcolnak egy harctéren, vannak ezek a támogató eszközök, támogató drónok mögöttük, akik viszik ezeket a cuccokat, meg tudják jelölni ezeknek a katonáknak az ellenfelet, mert a katonák nem látják, és akkor ők ez alapján ki tudják lőni az ellenfelet. Ezt ugye így képzeljem el. Ezt így lehet. Minek a katona? Minek a katona, amikor ott a drón, ami megjelöli, hát akkor arra a drónra, ha már el tud vinni mennyi 30 vagy 60 kg-nyi cuccot, akkor ugyanarra a drónra rászerelek egy kis, kis lövőkét is. És, bizt... És akkor ki van lézerezve az Abdulka? A, az, iraki a, gödörből. is biztos vagyok benne, hogy ez a kiegészít, amit mondasz, ez az ott pihen a raktárban belőle tízezer darab, hogy nem, van, mikor vagy, el vagy ez ott is van, ugyanazon a drónon, csak nekünk ezt mondják el. Igen, ez ugye egy nyilvános hadjakorlat beszámolója. Ezek napjaink, ezek működő technológiák, és, és, és ezt már tesztelte a hadsereg. Egyébként ott is egy tíz éves program van, 2032 4 5 ig valahogy így fogják felszerelni a... a nem csak a haditengerészetet, hanem a légierőt is önjáró járművekkel, és ezek a britek itt vannak a közelünkben. A az Tudósok, ugye? Aha, és uh, ugye a kanyarban nincsenek a listádon, amit az előbb mondtál, hogy ki milyen uh, adi a, a eszközökkel, eszközparkkal rendelkező hatalom. Ez csak, ez csak egy uh, bevételszerzési iparág uh -huh. az angoloknak. Az angolok nem fognak senki ellen indulni, hanem a, a világon a legjobb kapcsolatokkal rendelkező országgal beszélünk, az egyik legjobb kapcsolatokkal rendelkező országgal beszélünk, akik araboktól kezdve bárkinek afrikaiaknak fegyvert adnak el. Előkeresem, ha megtalálom. Addig van, egy ilyen, van egy ilyen térkép, ahol meg, megmutatja a világon, hogy hol vannak jelenleg, vagy a legutóbb hol voltak háborúk. Most le, úgy is, úgy se látják a te hallgatóit, hogy inkább elmondom, hogy az afrikai és az arab országok pirosak. Aha. Meg Dél-Amerika, a eh, drogháború. És akkor ennyi. Ennyi a háború, és közben a legnagyobb gyártók, Igen. azok az amerikaiak, az oroszok, az oroszok Igen. is bejelentik mindig folyamatosan, hogy milyen újdonságokkal jöttek, meg, a, meg az angolok mondjuk, akik ezekben az országokban értékesítenek, próbálják ki, nem magukat védik meg ezzel. Ezt akarom mondani. Ez, ez is egy jó reklám lehetett amúgy az angoloknál, hogy villogtak, hogy hé, egyébként mi már csinálunk ilyet, kikéri. Kérdés, hogy ugye mennyire tartaná meg magának ezeket az eszközöket. De azért szeretném gyorsan ödeidézni, tehát visszaidézni. Harisnyát húzol a fejedre, kettő ujja, bemész a bankba, fegyvernek látszó tárgyalt elkövettél valamit, de a lőszerhordozó, tenger alatt suhanó, előrefelderítő, célpontot digitálisan megjelölő eszköz nem fegyver. Aha, tehát normális, az, én pegazus, az én pegazusom normális. is hülyeség. Azt mondják, azt mondják rá, hogy nem fegyver, megfigyelő eszköz. Tehát, hogy ezért nem mindegy, hogy, hogy, hogyan definiálom és hogyan írom meg nemzetközi szerződésekben a fegyvert újra. Mert újra meg kell írni, hogy, mi, hogy mi, mit jelent az, hogy fegyver. Tehát a fegyver az, amit, amit ember élet kioltására alkalmas? Igen. De most most... ha, ha a fegyver csak a kezemet szakítja le... Igen, és nem egyszerűen. Igen, figyelek. A fegyver a kezemet szakítja le, akkor, akkor az nem volt fegyver, hiszen... De élet... alkalmas a kioltása az életet kioltására, okay. csak a kezedet találta A Pegazus, el. Az egész életemet tönkreteszi, mert amit 40 évig építettem, nem a szakmai az. karrierem, az csődbe ment, és közmunkásként kereshetem a kenyeremet, amíg nem leszek nyugdíjas. Tehát teljesen lelkileg, és mondhatjuk azt is majd fizikálisan, az hosszabb idő alatt tökre fog menni, az nem fegyver. Ezért mondom neked, hogy én teljesen egyetértek veled, hogy de, a Pegazus is fegyver. Csak hogy, hogy hogyan áll -e ez hozzá a világ, mert ugye az, a, ezeknek az országoknak, akik használják a Pegazust, volt egy pár, ismerünk néhányat, Használták ezt az eszközt, ugye azért, mert alkalmas arra, hogy tönkre tegye az életed, akkor azzal védekezik mondjuk az izraeli gyártó, aki kifejlesztette ezt az eszközt, hogy nem a Pegazus tette tönkre a te életed, hanem, az a kormány, aki aki hanem azok a kormány, aki Az a kormány, a Pegazussal szerzett gondolom, megvásárolhatja Nem vásárolhatja meg. Nem? Hogy azokat az információkat ellenet felhasználta. Ergo, nem a fegyver öl embert, az ember öl embert, elv még mindig érvényesül, és öregem Tessék, meg. Fél órája beszélünk, Jani, és teljesen feleslegesen beszélünk a fegyverekről. Nem, nem igaz. Magunkról kéne beszélni. Tanulságos, hogy... Tanulságos ebből a szempontból, hogy, hogy ugye itt vannak ezek a fegyverek közfelkiáltással, ugye a dicső nyugat ugye nagyon szereti ezt hirdetni, hogy ezek ugye nem fegyverek, amiket felsoroltunk. De lehetnénk tovább. Az Egyesült Államok nemrég mutatta be a teljesen stabilan működő jetpacket, ami már tényleg olyan, mint a vasember öregem, tehát hogy utcába felvele a katona is megy, és arra már puskát is szerelnek. Oké, de nem önvezető jármű, mert ugye most önvezetésről beszélünk, ja. hogy ott a gépől embert, de ugye nem a gépől embert, hanem emberről ember. ezért ettől, nem az el. Tehát, hogyha a gép fog megölni engem, akkor az, akkor az nagyon szörnyű dolog. Igen. De ha egy másik katona, amit egy drón jelölt, meg az én homlokon, egy másik katona lő ki, az nem olyan nagy baj. Ugye? Mert hogy azt megszoktuk. Ez nem egy szokatlan dolog. Ugye? Meg, annak, meg annak a katonának adtak egy parancsot. Ott Nekem van, azért fájni fog. Viszont gyorsan érdemes tovább menni, hogy ami, meg, ami, pedig már az ENSZ és számtalan ország nemzet, tehát egy nagy nemzetközi tiltakozást váltott ki, pedig sokkal kevésbé modern eszközről van szó, mint amit mondjuk a brit hadsereg új fejlesztéseiről beszéltünk, az az úgynevezett légiakna, ez lett a neve, ő az STM Korgu 2, egy török fejlesztésű drón, amely várakozik a levegőben, mondjuk eldugva, mondjuk egy határszakaszon, egy bokor mögött, ott eee. lebeg, ott vár, és uh, mindenféle emberi utasítás nélkül, hogy erre ember külön engedélyt adna neki, az őt vezérlő uh, gépilátás és mesterséges intelligencia technológia, meg nyilván egy utasítás csomag, egy algoritmus csomag, amit megírtak neki, amikor mozgást észlel XY helyen, ő repül, belerepül az emberek közé, és felrobban. Wow. És ezzel uh, ez, az, ez az eszköz, és itt már arról beszélünk, hogy a fegyver ölte az embert, nem ember ölte az embert. Tehát ezért érdekes ez az elv, amit az elején kiemeltünk. A libiai konfliktus idején ö, már használták, ö, használták emberek ellen, pontosabban saját magát használta emberek ellen, vagy ilyenkor mit kell mondani? Aha. A gép a saját maga eldöntötte, hogy oda megyek, és ölök. És ö, ö, má, és ezen már állabál. Pedig egy sokkal kevésbé korszerűbb technológia, még egyszer mondom, mint amit az imént mondtunk ö, a britek kapcsán. Jó, hát de itt, itt meg a török török nem tudom ki döntötte el, hogy van ez a drón, és hogy mindegy, hogy kitől meg majd ő eldönti. Igen. Hát innentől annyi, annyit volt, csak hogy, hogy egyáltalán nem számít, hogy kitől meg. Jó, hát gondolom van erre valami program, tehát gondolom ők se szerették volna, hogy se saját, hogyha törököknél száll le, és ott Persze, -öl ne, meg valaki, de... Nem ők használták, bocsánat, török hát, az fejl... az ő fejlesztésük. De az ő fejlesztésük. A török, a, a török haderő a legnagyobb az Európa, Európába? Talán igen. Hogyha Európához soroljuk Törökországot, létszám, létszámot tekintve. Igen. Azt hiszem, 11. ebben a rangsorban, amit ö, néztem. Érdekes, különben. csak ugye a, a törökök ugye simán villoghatnak azzal visszafelé, hogy kifejlesztettem egy ilyet, nem kötelező rá ö, szerelni robbanóanyagot, de eleve úgy van tervezve, hogy lehessen rajta robbanóanyag. Itt egyébként ne arra tessék gondolni, hogy hogy mint a Terminátorban, hogy bemegy egy ekkora lövedék, és akkor durran egy akkor hogy eltűnt a fél városnegyed, hanem, hanem ez, hanem repeszeket néhány méteres körzetben szétlő, és, és egy, egy hangos pukkanás, gyakorlatilag olyan, mint egy puskalövés, de egyszerre akár egy tucat emberrel képes végezni, vagy nagyon súlyos sérüléseket okozni, azzal, hogy hé, ott mozgás van, berepülök, felrobbantom magam és ezt ő saját maga döntött el. Most innen kezdtek el tovább menni, és elkezdtek már rajta moralizálni, meg szabályokat kidolgozni, hogy ugye más nemzeteknek is vannak hasonló fejlesztéseik, mert vannak. És nagyon jól soroltad, USA, Oroszország, Kína, ők mind nagy fegyvergyártónak szemítanak, vannak ilyen eszközeik. És az lett a vége a dolognak, is itt tartunk jelenleg most, hogy de ez még csak nincsen róla hivatalos megegyezés, nagy nemzetközi szerződés, nem tárgyalgatunk róla, hogy hogy rendben van, hogy létezik olyan önvezető drón, ami támadásba képes lendülni. De a ravaszt embernek kell meghúznia. Tehát ott kell legyen egy jóváhagyás, egy emberi jóváhagyás a, a, a tábornok úrtól, a, mit tudom én, attól a tisztől, aki most éppen a vezérlő szobában ül. Gyakorl bármilyen hülye hangzik, mielőtt kitörülsz egy dokumentumot a gépedről, megkérdezi, hogy biztos vagy benne? Uh -huh. És hogy ennek a szoftveres dolognak a közbeiktatása, vagy biztos benne, hogy megöli ezt az embert? Biztos vagy benne, hogy bezárja ezt a dokumentumot? Mentés nélkül. És hogyha erre rá kell nyomni az okét, okay és innentől ö, szabályos ez, és itt van a megállja a fegyverrel, de a gép ne döntse el magától. Tehát most jelenleg itt tartunk, de ettől függetlenül létezni most fog ez a technológia. Persze megfejlődés Meg fog, csak akkor titkosítva lesz tíz évre és akkor nem tudjuk. Ennyi a, ennyi a történet lényege. Mm. jóváhagyás nélkül elvileg nem szabad ö, ö, önvezető fegyvert működésbe hozni. Beírtam angolul, hogy miért gyártanak az emberek még mindig fegyvereket. Igen. Című naív kérdést. És? És kijött, kijött egy csomó válasz. Ugye az egyik fontos dolog, amit, az, a, amit érvelnek a fegyvergyártás mellett, hogy, a, hogy az államok erődemonstrációt tudnak ezzel mutatni másik államok felé, és nem támadják meg őket. Igen. Hogy képes magát megvédeni, ezért nem éri meg neki menni, igen. Elvileg ez lenne a lényege. Elvileg ez lenne a lényege. Elvileg ez lenne a lényege. Csak akkor miért bocsátjuk piacra a fejlesztéseinket? Miért nem tartjuk meg magunknak, hogy saját magunkat vérik csak hát, meg ezzel? Mert hát a legjobbat kifejlesztettük, akkor... Hát mert Magyarország például soha nem fog tudni ö, saját maga, vagy na, tudna, csak nem biztos, hogy van rá ö, megfelelő ö, forrása, hogy mondjuk olyan eszközöket készítsen, mint, mint a légiaknak, amit említettem. Amit ugye annak a vált, az a változat a légiaknának, ahol ravasz kell húzni. Jó, vagy mi, jó mi, ér, mi, értelme van? Ha, de miért, miért gyártanám, hogyha meg lehet venni? Tehát, Ezt hogy... teljesen értem. Mi értelme van? Ugye mondjuk mit grippeneket vettünk svédektől? Használt, nem? nem tudom, használt hány használt volt, hát. és nagyon sokáig használtuk utána. De most Igen, mennek valami más. Mi értelme van, van egy magyar hadseregnek, egy elavultnak. A technika fejlesztésének a periódusát nézve egy elavult uh, grippent megvásárolni. Mindenféle hozzáértés nélkül ez most azt tudom mondani, hogy egy akkora ország számára, mint Magyarország, hát lássuk be, mire fölemelkedik a, a rendes utazó magasságában, mondjuk egy grippen már elhagyta az országot, tehát annyira pit. Mert annyira Persze. pici az ország, hogy egy ilyen országnak, mint a miénk, még több teteje lenne ö, ö, önvezető technológiákat használni, drónokat, hasonlókat, légicérokra, csak ö, nem teheted meg, hogy nincsen vadászrepülőd, amikor mindenkinek körülötted van ilyen ütőerejű fegyvere. Kicsit én ezt a fegyverkezést, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ilyen Hugh Hefner ö, típusú öreg playboy vagyok, <coughs> és uh, impotens vagyok már ezer éve, de még mindig 20 éves csajokkal fotózkodom az Instán, hogy lássák, hogy nekem bennem még van, megvan még a kanerő. Tehát körülbelül ez a haderőfejlesztés a kis országoknak, ez körülbelül... Az image, tényleg. Semmi más értelme nincs. Hogy képes vagyok rá, az image, tényleg. Igen, tehát a többi, többiek, amikor van ez a V, nem a V, hanem a nem tudom milyen nagy találkozó, ahova megérkezik a magyar miniszterelnök, és akkor van ez a nagy csoportkép, hogy ki hova áll. <gül> <gül> és akkor lehet, hogy a fotósnak megmondták, hogy a haderő alapján rangsoroltuk, és a Trump mellé ez áll, meg ez áll, meg ez áll, és akkor van Magyarország, hát, nem, van még egy sorodája, Szíves. Alacsony vagy jó, akkor gyere kicsit előre. <gül> <gül> és, és körülbelül ennyi, ennyi ez a haderőfejlesztés a világon, de kicsit elkanyarodtam ez a, a, a lényegtől, nem? Ö, igen, érdekes, meg az is, hogy egyébként milyen konfliktusok vannak a, a világban, amelyekről adott esetben nem is tudunk. Imádtam például, csak nem fogom tudni megmondani, hogy melyik állam volt, de most vagy az olaszok, vagy az osztrákok, de egyszer véletlenül lerohanták Svájcot. <laughs> Ez egyébként nem olyan régen volt, 2000-es években ö, történt az eset, de a nemzetközi jog szerint, ez ö, az egyébként teljesen ártalmatlan eset, ami történt, ö, az ország lerohanásának minősült, nevezetesen a határ közelében, mondom, nem tudom, hogy olasz vagy osztrák katonák voltak, le, az is lehet, hogy én fogalmam sincs, a határ közelében gyakorlatozó egység véletlenül átsétált a svájci határon. Oh. És fegyver volt náluk, meg amit akarsz, mert ugye ha gyakorlat, gyakorlat mentünk, és uh, egyszer csak jöttek a svájci sapkások, jeep hasonlók, hogy... A svájci sapkások. Hogy? Ha? Varum. Hát, a ott, hogy izé. És átakott, hogy, hogy, most mi a szösz van. Ke? Ke. Ke probléma? Igen. És mi mind a kettőnél <laughs> ott fegyver, mit tudom én, ti mit kerestek ki? Ti mit kerestek Ke ki? Haló öreg, nézzél izé, rá a GPS-re, hol vagy meg? És rájöttek, hogy Svájc lévén fegyveres uh, katonák Alakulat. bejelentés nélkül átlépték a határt, ez a nemzetközi jogi értelemben annak minősült, hogy lerohanták Svájcot. Nem lett belőle balhi természetesen, már gondolom két tábornok főhívta egymást, és jót röhögtek rajta, és utána megbeszélik, hogy hogy tusuljuk-e, ez egy mégis ciki. <laughs> És ezzel le lett tudva. De érdekes, hogy ez már egy fegyveres konflikt, konfliktus, de ennél komolyabb ne történjen soha. Azt kívánom Európában többé. Ja, meg van még a, ha visszamegyünk a technológiákhoz, van még egy értelmes dolog, hogy mikor beszélünk tényleg védelemről. Mert ugye ezt mondta, hogy elvileg hogy a hadsereg lényege a védelmi erőnek a demonstrálása. Így van. Hogy mikor beszélünk védelemről? Mi, hogy, 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 hogy honnantól, honnantól beszélünk a És azok az országok, azon. akik fegyvereket gyártanak, amikor piacra dobják a fegyvereiket, amiket fejlesztettek, az már nem arra készült, hogy saját magát védje meg. Igen, ez a hadi iparának a jó, de a örülünk, neki, így profit ja, örülünk neki, mert a magyar hadipar az eléggé gyenge, tehát örülünk neki, hogy tudunk vásárolni, és ezáltal mi is fölkerülünk a képre, mint, mint hadászati Hugh Hefnerek, De igazából. <gül> <gül> igazából <gül> ja, ez jól mondod. <laughs> ez meg, igazából, hogyha ha, na, sokat akarunk beszélni róla, akkor tudunk erről sokat beszélni. De ha röviden le akarnám zárni ezt a témát, és nem akarom röviden lezárni a témát, de igazából az emberi természet problémáját hoznám ide, hogy hogy uh -huh. nem tudunk egymással meglenni, nem tudunk meglenni a szomszédunkkal. Mindig egy kicsit, or, ha, ha földszomszédod van, és földművelésre hogy negyed egy ekevágásnyit ki akarsz szántani a szomszédéből, Igen. mert akkor a tiéd abban az évben te bele a búzát, és a másik meg tök ideges uh -huh. ettől az egésztől. Tehát az, hogy országok nem tudnak egymással megmaradni, az országok nagyon jól el tudnak egymás mellett lenni, évezredekig, évmillióig, határ nélkül el voltak egymással. Az országokat emberek alkotják, meg politikusok, és ezek a politikusok nem bírnak egymással kijönni. Mi és van? ezért kell haderőt fejleszteni. Mi van azokban a helyzetekben? Ja igen, mert ugye belép a mutatvány, mert ugye a hadászatot nem csak saját védelmedre, vagy egy másik ország meghódítására, mert ő valamikor jogtalanul bő 200 éve, 100 éve, 1000 éve elvette a te országodat. Igen. És oda beletelepítve pedig mi voltunk itt előbb lásd Izrael, Izrael Palesztina. Hát jaj. Jaj, jaj, messze szeretne menni, mert ott ezen megy a vita. Egy kicsit olyan egyébként, mint egyszer csak feltűnnének, valonnan jönnének az avarok, és szólnának, hogy mi voltunk hey. itt előbb, és akkor helyi magyarok el innen. Mert hey, ott egy kicsit ősz, ez a szitu. Ki jönnek az avarból. Igen. De most ö, belegondolva, ö, a, amikor a mohóság lép be, ugye, mert akarok valamit, kereskedelmi hasznot, pénzt remélek ö, ö, ettől Kína, a fegyveres Kína, a Kínának milyen föld kell még? Ö, neki a gazdasági erő kell. Hongkong esetében azt nagyjából lehetett tudni, hogy egyrészt az, hogy Hongkong túl szabad, mert ö, ilyen ö, hagytam túl függetlenné válni ezt az egyébként hozzám tartozó városállamot, ö, és egy hatalmas és csodálatos, villámgyors gazdasági növekedést ért el. Sokkal gyorsabbat, értelmesebbet, meg demokratikusabban, mint egy kommunista rossz példa. amely szintén borzasztóan gyorsan fejlődik hasonlók, de kevésbé értelmesen, és nem mindegy, hogy milyen áron. És ez a kommunista állam nézte ezt az egyébként szabadon csodálatosan fejlődő képes, de hatalmas uh, kikötővárost, egy kereskedelmi központot, a világ kereskedelmi uh, vérkeringésének egy nagyon fontos pontját, amelyre nincsen ráhatása. Kell. Egyrészt kell a, a pénzért, kell azért a kereskedelmi és gazdasági erőért, ami van neki, másrészt pedig kell azért, mert, mert engem, mint kommunista államot elnyomó rendszert gyengít az, hogy az országomnak van egy olyan része, amely ilyen szinten független. És szabad, és nincsen ráhatásom jogilag. És uh, mit csinált szép, lassú kivéreztetéssel, uh, agresszióval, bedarált a Hongkongot, és, uh, és már csak nyomokban emlékeztet arra a hangulatra, fényre, dicsőségre, mint ami egykor volt. Tajvánnak is hasonló sorsot szánnak. de én a kérdés az, hogy minek? De jó elmondhatja a gazdasági mert... Gondolom én, tő, jobban kellene tudnom, hogy Tajvánnal me mennyit nyernek Kína. Nem tudom pontosan. Közelebb akar lenni Japánhoz japán szigetekhez, és akkor még több erőt demonstrálni, és fo folytogatni egy kicsit Japánt. Azért ugye és ez csak így körbeér? A körbeér. fegyverekből elmentünk egy kicsit világpolitikába, Igen, de, engem, tehát... de engem is ilyen kérdések feszítenek, mint amiket te mondasz, mert ezek lépkedések. És pontosan nagyon hasonlótól féltem, amikor nem kell messzire menni, amikor a mi szomszédságunkban ö, egy egész krimfélszigetet lehetett ö, annektálni, anélkül, hogy ö, sipákoló nemzetközi közhangulat kívül bármi történt volna a félsziget védelmében, és ez gond nélkül meg lehetett tenni, és lehet látni tapogatózásokat már elnézést Oroszország részéről még egy-két ország felé, hogy, 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 hogy nagyjából lehet sejteni a szándékot mögötte. De hogy a világ valahogy olyan, meg a nemzetközi politika is olyan, hogy így nagyon szeret ki későn kiabálni, és, és nem észrevenni, és nem megfelelő lépéseket tenni, hogy mondjuk megakadályozom dolgot, dolgokat. Zárója bezárva. Én az emberi, az emberi tényezőt hoznám megint ide, hogy a politikus nyolc évig politikus, és utána a versenyszférából szépen szerezze meg a tudását, és lássa, hogy a hétköznapi emberek hogy élnek, mert szerintem szegény Putyin se tudja már ezt elképzelni, hogy hogy mondjuk ott emberek élnek a szigeten, és akkor az ott hogyan legyen, mint legyen, mert teljesen királyi, és arisztokratikus magasságokba emelkedett az ember, és már nem, nem ha akarná se, tehát ha te szándéka lenne arra, hogy mondjuk megtapasztalja, hogy a hétköznapi orosz emberi élet az hogyan zajlik, nem tudná megtenni. Mm, és valószínűleg nem is haladna vele a politikus... ezért, ezért mentek a királyok is, meghajtottak embereket neki, országoknak, meg mm. egyebeknek, mert azt se tudták, hogy ez, ez hogyan zajlik, mm. meg azt se tudták, hogy hogy minek kell ez a hatalom nekik. Ne, én azon gondolkozom, a kis egyszer agyamon, hogy nagy, nagy, nagyobb monitorja legyen, ezt akarom én megvenni. Még egy nagyobb laptop, akinek erősebb a processzor. Ez ő neki meg egy másik ország. Igen, plusz plusz másik egy másik ország kell, mert az ő elméje az már teljesen el van szállva. Igen. Erre mondta egyszer nagyon okosan Lovasi András, ö, ö, lehet, hogy ő is idézett valamit, de egyébként az elv nagyon jó, hogy, hogy pont arra jó, és megint visszakanyarodtunk a független sajtóhoz, hogy pont azért kell a független sajtó, pont azért kell a függetlenül működő média egy országban, mert ő a biztonsági őre, ő az ellenőre, a, annak, hogy a, 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 politikus személyiség torzulásának, a politikusnak érdeke a független sajtó, hogy elkerülje a saját személyiség torzulását, amivel a hatalom törvényszerűen jár. Persze. Mert hogyha nincs ott az a figyelő szem rajta, hogyha nem kell, nem kell ö, ö, ha nincsen következménye annak, amit csinál, az óhatatlanul ö, személyiség torzulást idéz elő, és egy egész a rendszernek a torzulását képes előidézni, és ö, azoknak a jeleit már pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan észre kell venni, amikor amikor először feltűnnek. És lehetőleg időben lépni, és nem utála, utólag sopánkodni. Hogy, ö, mert, mert onnantól kollektíva bűnünk, mert mind hagytuk meg történni. És ezt fogadjuk el. A technológiákról akartunk még, bocsánat, Igen, amit, ezt akartam hogy mondani, hogy akarunk-e beszélni, akarunk -e beszélni, hogy egy már találmány is van. Of future. Mond, mi az? Egy épeszű találmány, amikor tényleg, tényleg védelemről, meg egy államvédelméről beszélünk, erre is van természetesen pozitív, meg jó példa, ez az izraeli vaskupola. Á, igen, azt láttam, amit És akkor utána ne felejtsük el a Weapons jó. of Future-t, de a vaskupola erről tényleg csak annyi szó, hogy ott viszont tényleg semmi másról nem beszélünk, csak arról, hogy valóban azért létezik az autonóm technológia, a vaskupola rendszer, Kitettem a, a, nézők látják közben a videót a hang nélkül. Igen, hogy védelmet szolgáljon. Mert bármilyen fura az izraeli palesztin konfliktus, ugye mindig erodálódik egy kicsit, aztán kevésbé súlyos, aztán újra súlyos, de például idén is voltak olyan összecsapások, amelyek, amelyekben rengeteg rakéta érkezett Palesztína irányából Izrael nagyobb városai felé. Izrael már 2006-ban elkezdete egy ilyen rendszert fejleszteni, amit Vaskupolának nevezett el, 2011-ben vetették be először. Ez egy olyan autonóm rendszer, mely a légvédelmi rakétákat szedi a levegőből. Nem úgy, hogy hé, jön egy és rögtön lelövöm, mert az a még nagyobb katasztrófát okozhat, mint hogyha hagyja leesni, mert egy rakéta félre is mert is be mondjuk egy tóba is nem történt semmi. Ez a rendszer arra képes teljesen, saj, teljesen, önállóan, hogy felméri, hogy ez a rakéta, amely érkezik, ez, hogyha folytatja az útját az én, már az én légteremben, hova fog becsapódni. A rendszer tudja, hogy ott van -e ember, ott veszélyeztete emberéletet, kritikus infrastruktúrát, stb. És, és ha igen, akkor leszedi a rakétát. Tehát megvan a prognózisa, hogy tudja, hogy mekkora kárt és emberveszteséget okozna, akkor leszedem. Ami veszélytelen, mert úgy méri be a pályahíve alapján, hogy veszélytelen lesz, azt hagyja leesni. Itt sem teljesen százszerzelékos. Sokan úgy tartják, hogy a vaskupulának a kulcs, hogy van egy felső limitje, hogy mennyi, tud, mennyi rakétát tud egyszerre kezelni, csak vannak olyan izraeli városok, ahol Nagyvárosok alól a lakosság számára már annyira megszokott az idézőjeles tűzijáték a város felett. Hogy jön egy rakéta és leszedi a vaskupola, mint nekünk, hogy elszállt egy repülő az égen és uh -huh. nézd ott húzza a kondenszcsíkot. Hát látták ezt... ezeket a védelmi kondenszcsíkokat a nézők, sajnos a hallgatóid nem fogják látni ezt a videót. Könnyű uh -huh. meg lehet találni, tessék rákeresni nagyon érdekes, nagyon érdekes, hogy itt mentek össze-vissza ezek a kondenszségok, és egyszer csak paf, eltalált egy, eltalált egy rakétát, és ott az levegőbe robbantotta fel. Itt arról beszélünk, hogy ez itt tényleg nem fegyver, hanem a védelmedre szolgál. A vaskupola nem fegyver, egy védelmi rendszer. És ez nagyon fontos lenne, hogy mi a marad meg az én végső tanulságom áll, és akkor mindjárt megnézzük a jövő fegyvereit azért még kicsit, hogy, hogy nagyon hamar, nagyon gyorsan, rohadt gyorsan definiálnunk kell újra nemzetközi szinten, az egész világ ENSZ szinten, hogy mit jelent az, hogy fegyver, és meddig szabad a nemzetközi jog szerint legálisan elmenni. Mi az a határ? Meg mit jelent az, hogy ember élet? <gül> <gül> <Igen>. <gül> és hogy hol, tart, hol, tartunk ott, amikor a fegyverről embert, és már nem ember az embert. És akkor még a mesterséges intelligenciáról nem beszéltük, hogy ez hova hízik a tudása, és amikor egyszer csak azt fogja mondani, hogy jó, a gyerekek, akkor mm. kösz mindent és akkor vajon ki lesz a felelős, őt hogy vonod felelősség, őt vagy a fejlesztőjét, ki a fejlesztője, <laughs> stb. Nagyon sok mindent kellene nagyon gyorsan törvényi szövegbe iktatni nemzetközi porandon. Én az e-bombát emelném ki. Itt van egy lista nekem jó. amit Igen. e-bomba. Nagy erejű mikrohullámos, mikrohullámos sugárzással ki, ki csapja a számítógépeket, az elektronikus eszközöket, az e a magát, az elektro az elektromos áramot, és a akár ez meg megteheti ezt katonai egységeknél, vagy teljesen civil embereknél uh -huh. is. Komplett település. Ezt e-bombának e hívják. Nem uh -huh. tudom, hogy ez ő le embert, hogy hát és kikapcsolják nálam az áramot, akkor nem, de Azért ez durva. Hát, Mi, ugye, az előtti adásunk az a Facebook leállásról szólt, és akkor a régi nagy magyar mondást Igen. idézném, hogyha ha áram van, minden van, uh -huh. és így belegondolsz, belegondoltok, azért Igen. amikor így tudatosan így kicsapják az áramot valakinél, az még azt, ugye annyit jelent, hogy nincs áram, nem, nem csak, nem, a hűtő nem működik le, kiolvad a fagyasztott hal, sorolhatnám egyebek csak akkor meg késépen szépen körbezárja a drón. Kalocsát, és akkor elkezd dolgozni. Ez is lehet, sőt szerintem onnantól már nincs is értelme senkit küldeni, de mondjuk mondjuk egy ilyen helyzetben, amikor arról beszélünk, hogy teljes leállás, és mondjuk egy villamos állózatot képes ezek szerint egy ilyen eszköz lebéníteni, akár egy városban, akár egy kerületben, akár egy egész országban, csúnyabb esetben, akkor ott arról beszélünk, hogy ott már, ott már fegyvercseke küldened. Tehát ott már nyugodtan küldhetett a gyalogságot, hogy sétáljon be, mert hogyha működésképtelenné tesz egy országot, ha nincs áram, mert hogy azért gondolkodunk csak a fagyasztón, amikor elmegy az áram, hogy úristen csak kinaolvadjon a hűtő, meg hú, erre kellett volna gondolni hamarabb, meg, mert bejelentett áramszünetek vannak. Tudhatod, hogyha áramszünet van, akkor, akkor pár percen vagy néhány órán belül vissza fog jönni. Mi van, ha nem jön vissza? Hetekig. Tehát, hogy mennyire változik meg az életünk akkor, hogyha hetekig nem jön vissza az áram, mi történik? Se tankolni, se vásárolni, se élelmiszert hűteni, de riasztó berendezést bekapcsolni, kommunikálni, semmit nem tudsz. Vége! És ezért mondják azt, hogy ezért kellene elgondolkodni, ezért is lennének fontosak egyébként, és akkor innentől vezet tovább a technológia, hogy minél több elektromos autó legyen az utakon. Mert az elektromos autók akkumulátorai, stratégiai Tartalékot jelentenek. Uh -huh. Stratégiai áramforrás, amit, amit hordozol magaddal, és van nagyon sok nagyon sok az úton, a világban, a garázsban, és mondjuk egy ugyanannyi személyautó lenne elektromos 30 év múlva a magyar utakon, mint amennyi most hagyományos üzemű, az legalább akkor energiakapacitás, ami folyamatosan jelen van pluszban, mert az emberek feltöltötték, mint amennyit, mit tudom, én, a PAKSI atomerőm egy hónap alatt terhel, ter termel, vagy egy év alatt pluszban jelen van. Például ilyen esetekben stratégiai fontosságú lehet. Magas hangfrekvencián alapuló fegyverek. Jézus Mária! Ja? igen? Antenna. Egy antenna, egy bizonyos rádiós frekvenciás rádió, és fizikai fájdalmat okoz a, a humán embereken, embereken. Az embereken. Ja, értem. Ja, és nagyjából ugyanúgy. Mindenki előtt rosson. Kitől egy, ki, ki egy antenna csavar egyet, fogjuk a fejünket, és eldőlünk. Ja, értem. Hát igen. Léteznek. Fejlesztés alatt állnak. De, na, ami már fejlesztés alatt áll, és tudunk róla, az létezik. Kész van, igen. <laughs> <laughs> Amiről azt tudjuk, hogy fejlesztés alatt áll, az már létezik. Igen. igen. Anonim anonym fegyverek. Ez, ez, ez a. Ez a legszebb Milyen, ez kategória. Mi kategóri Anonim fegyver? Mit csinál? Mi ő? Hát ezek a robotok. Ja? A robot technológia. Amikor nem tudhatod, hogy ki áll mögötte, vagy... vagy Keresi, meg, megsemmisíti az ellenfelet, az ellenfel épületeiket, lehet égből, most már lehet szárazföldön. Ez csak egy kategória. Uh -huh. Ja igen, az Ez az csak egy kategória, fegyver. amikor ja. beszéltünk is erről, meg az, hogy, hogy, hogy a mesterséges intelligenciával nincs felső határa, ameddig ezek... Fejleszthetőek és fejlődni tudnak. Nincs. Nincs. Tehát, ő, jó, jó, amikor arra gondolunk, fejlődik. hogy jó, mesterséges intelligencia, és milyen jót fog ezt tenni majd, amikor a, a betegségemet megop, megoperálja a sérvemet, Aha. akkor azt mondja, hogy milyen jó. Csak ezek innen jönnek. Uh -huh. Eszembe jutott pont, vagy az elmúlt adásban, vagy két héttel, vagy két héttel ezelőtt beszéltünk, tudod, a, a Google-nak a fejlesztéséről, amikor egy egyiptomi, egy egyiptomi mérnök kitállalta a Google X projektje kapcsán, hogy van egy X elnevezésű kutató laboratórium a Google-nek, eh, ahol nem kívánta tovább azt a, a morális terhet viselni, hogy továbbra is ott dolgozik, hogy milyen gyorsan tanul a mesterséges intelligencia. Tudod, a labda elkapása, meséltem, hogy egyik nap elkapta, hogy hú, van, a másik nap, meg már unta, és jó, van, mit csinálják ezzel? Ha, ö, és hogy ugye ez, ez ott a laboratóriumban egy, ö, egy elengedett ö, és onnan elvileg ki nem jutó mesterséges intelligencia, de hogy mi történik, hogyha, hogyha egy fegyvert ugyanígy engednek el a világban, hogy csinálsz, amit akarsz. És ilyen gyorsan képes fejlődni, és ilyen ö, gyorsan keres új kihívást, és ilyen gyorsan unja meg, hogy ö, ma csak egy embert lőttem le, holnap hatot akarok. Amíg, <laughs> Amíg ezt filmekben láttunk, Addig így, ú, de de Na most a filmek, a kétféle út van. Hogy a filmkészítő fantáziájából táplálkozik a tudós, vagy a filmkészítő beszélt egy tudóssal, és mondták, hogy már ezt fejlesztettük. De hát én 15 évvel ezelőtt <laughs> láttam már ilyen igen. filmet. Aha. Tehát akkor az jelenleg létezik, amiről mi most arról beszélünk, hogy lehet, hogy majd lesz. <laughs> ja, igen. Érted? <laughs> igen. Igen. Vagy a, a... Tehát ami, amit az interneten tudunk olvasni a fegyverekről, és most nem fogom felolvasni ezeket a fegyvereket, amiket írnak, hogy ezek fejlesztés alatt állnak, ezek léteznek. Ha valaki erről már írhat, akkor ezek vannak. Gondolod, hogy ön megvalósítás van, tehát hogy előbb találja fel mondjuk az irodalom, a filmművészet, a történetmesélés, ezeket a, a találmányokat, és aztán pedig azok, akik ezeket olvasták, nézték, élvezték, izgultak rajta, felcsöperedvén tudósá válván, politikussá válván meg akarják valósítani. Határozottan állítom, és biztosan tudom, hogy a művészet az egy lépés a tudomány előtt áll. Jó ötleteket addig. Tehát, hogy igen, hát a, a, a művésznek nagyobb a képzelő erre. A, a tudós meg ezt mind ki tudja számítani, és meg tudja valósítani, tehát én azt gondolom, nagyon remélem is, hogy, hogy a művészetekből merítenek, és a pozitívból, és nem feltétlenül a sci-fi filmekből, ahol a Terminátor legyilkol mindenkit, és közben már rég van ilyen Terminátorunk. valószínűleg még van is olyan, van is olyan eszköz, amit Skynetnek neveztek el. Most nagyon rossz a humora egyébként a feltaláló csapatnak, de valami, de valami hasonlóra képes. De ezt majd a következő adásban, amikor hasonlóval foglalkozunk, esküszöm, meg fogom nézni. eszembe jutott csak, hogy 8-10 évvel a az okos telefonok robbanása előtt ö, volt egy külön vélemény című és mindig, mindig szeretek visszanézni, ugye Spielberg meg Tom Cruise egyébként szerintem zseniális közös munkája, hogy 8-10 évvel az okostelefon robbanása előtt a metrón önmagát, saját magát átíró újságot olvastak a, az emberek. ugye, hogy az információ frissen ott van előtted, és az emberek pörgették a, csak ott még lapozták, ugye így jelenítették meg. Vagy az, hogy ugye a, a, a történet alapvetése, hogy ott ugye bár ö, ö, látnok, ö, különleges képességű ö, emberek voltak, egy nagy-nagy technológiai központban különböző ö, diódák a fejükre szerelve, amivel megjósolták, hogy milyen események fognak majd bekövetkezni. Hogy most is ott tartunk, hogy, hogy, hogy prognózis, hogy a gép hogyan tudja a mesterség és intelligencia megjósolni, egy polesztír rakéta becsapódásának helyét, és még azelőtt sem meg. Mindezt évekkel azelőtt, hogy megjelent volna a hadászatban, a hétköznapokban, vagy hasonlók. És akkor itt érdekes, hogy igen, a, a popkultúra, a történet, mesélés, fantáziája, azok a művészek, akik, akik talán nézik a technológia fejlődését, és, és, és az alapján jósolják meg ezeket a változásokat, vagy pedig adnak jó ötleteket, és az ezen felnőtt tudósok ezt a csodálatosnak látott dolgot felnővén megpróbálják megvalósítani. Ez egy nagyon érdekes dolog. De a gondolatot és a történetmesélést nem szabad betiltani, hogy nem adhat rossz ötleteket, vagy én nem tudom. Én erről tartottam egyszer egy előadást, Igen? és ez már teljesen a témától független, hogy ügyek és történetek. Az embereket a, a körülöttünk lévő élővilágtól világtól egy dolog különbözteti meg, a történetek. Ja. Az állatoknak is vannak ügyei, a, a, a medvének téli álmot kell aludnia, meg egyebek, mindenki, de senki nem, a mai tudásunk szerint, semmelyik állat nem osztja meg a kedvesével a napját. Senki nem izgul arra, hogy mondjuk de jó történetet olvastam egy könyvbe. A legjobb történetmesélők, a legjobb kommunikátorok, azok a legmagasabbra jutnak, mert csodáljuk őket. Művészek lesznek belőlük, politikusok lesznek. A, a történet, minket a történetek mozgatnak meg. Igen. Úgyhogy a mesélés nem lehet betiltani. Mindig, mert... mindig minden egy narratíva, ami zajlik körülöttünk, igen, ez egy nagyon jó gondolat, igen. Ez volt a mai történet, János. Igen, nagyon szép narratívát tettünk össze, ebből még extra epizód is lesz a Büszke Kutyán, már most szólok a jövő fegyvereivel. Büszke Kutya Podcast, ott lehet a hangos lenyomatot visszahallgatni, a Hokedli Stúdióban készült Pinteg című műsorból, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, RSS.com, hogyha nem Facebookos vagy és inkább YouTube-on nézel videót, akkor pedig a Hokedli Stúdió csatornájára iratkozz fel, mert ott is mennek ezek a műsorok folyamatosan. Köszönöm János a, a szép zárást, és köszönöm, hogy együtt lehettem veled. Ismét. Vigyázz a fegyverekkel. Itt volt ma Tóban, Dani. Gábor János. Köszönjük, hogy figyeltél. Szevasztok. Szia.